ez a nutellás három túlós, melyik túlós? A klasszikus túlós mazsolás és grízes megyes édességeken kívül a sós ízesítésű káposztás és tökös rétesek is megtalálhatóak voltak a kínálatban, de olyan különleges hozzávalókkal is találkozhattunk, mint a csili vagy a mogyorókrém. Nálunk németeknél a túrós mazsolás, a mákos megyes, almás, és hát vannak sósak is, például a káposztás rétes, ami sokak nagy kedvence, és még számtalan ízesítésben. Ma a gyerekek legnagyobb örömére a grízes nutellás, tejbe grízes nutellás. A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok is várták a résztvevőket. Alapvetően a pünkösd a németség, a svábság ünnepének tekinthető, és nálunk tényleg hagyomány, hogy a sváb és a német kultúrát, zenei kultúrát, tánckultúrát próbáljuk megmutatni, természetesen ötvözve a bálteszéki csoportokkal is. Amíg a gyerekek a színpadon ügyeskedtek, a felnőttek a rétesek elkészítésével és árulásával foglalkoztak. Évről évre felmérjük, hogy mire van igény, és nagyon régóta keresik nálunk a káposztás rétest, úgyhogy idén azzal készültünk, meg a specialitásunk most már a szalonnás rétes, amiért visszajárnak most már hozzánk. Úgyhogy igazából ez, amivel mi készülünk. Évről évre egyre több rétes vagy a fesztiválon. Idén a felvidékiek 200, a székelyek 600, a németek 2400 darabbal készültek. A felvidéki szalonnáson kívül a székelyek csilis alkotását és a sváb megyes rétest is érdemes volt megkóstolni, de a túrós libizlis édesség is rendkívül kelendő volt.